Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe. A hagyomány szerint az új búzából először Szent István napra sütötték az első kenyeret. Ez az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk. Évente átlagosan 37 kg-ot fogyaszt egy magyar. Idén már 8. alkalommal megválasztották az ország legjobb kenyereit is. Köszöntöm a stúdióban Lakatos Tibort, a Magyarországos Pékszövetség alelnökét, illetve megyei elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét! És egy kis bemutatót is hozott magával. Díjnyertesek ezek a kenyerek. Beszéljünk először arról, hogy hogyan jött egyáltalán az ötlet, hogy kenyérversenyt szervezzenek az országban. Tehát a Magyar Pékszövetség már 8. alkalommal hirdette meg 3 kategóriába a kenyérversenyt. Ugye az egyik kategória a Szent István napi búzakenyér, ugye annak az első helyezettje lesz az ország kenyere, amelyet ugye a parlamentben már augusztus 9-én bemutattunk. A második kategória a roskenyér kategória, amelyben, mint látjuk, ez a úgynevezett peregi roskenyér a belapékségnek az első helyezettét lett, illetve a harmadik kategória pedig az innovációs kategória, amely különböző fantázia által előállított termékekre vonatkozik. Az idén közel 100 termék került a zsűri elé, és ez alapján választotta meg az 5 tagú zsűri, aki szakemberekből áll, Agrárminisztériumból is jöttek, ez az Agrárkamarából is, és ők zsűrizték le a termékeket. Merre halad ma az innováció? Mi a törekvés a kenyérrel kapcsolatban? A legutóbbi felmérések alapján azt tapasztalhatjuk, hogy egyre inkább az emberek elmennek és vásárolják, és inkább többet adnak a jobb minőségű kenyérért. Vagy mondhatjuk, amely... hogy kicsit ketté szakadt ebben, igen, is a lakosság, hiszen van, aki továbbra is az olcsóbbat keresi. Igen. Én azt gondolom, az a rétege nem tud mit kezdeni a szakma, hiszen aki a nyugdíjból él, és a kevés a fizetése, nyilván azok nem tudják ezt a kategóriát megfizetni, viszont az a réteg, aki többet ad az egészségére, és igazából akkor vászos terméket, és hozzáteszem, hosszú ideig eltartható kenyeret szeretne, az viszont hajlandó többet adni a termékekért, és ezt vásárolja meg. De ha így nézzük, akkor nem is biztos, hogy ez a drága. Így van, hiszen az olcsóbb kenyérnek az eltarthatóság, ugye ezt tudjuk, az jóval kevesebb. Hát ha visszaemlékszünk a régi időszakba, ugye nagymamáink van, egy héten egyszer sütöttek kenyeret, és igazából azt tették egy héten keresztül. Hát ez a fantázia továbbra is a úgynevezett kovásos technológiával továbbra is él, és azt hiszem, még inkább ezt fogják keresni a vásárlók. Hogyan lehet az eltarthatóságát növelni, illetve hogyan tároljam én otthon a kenyeret, hogy minél tovább jó legyen, hogy ne penészedjen meg, a minőségét megőrizze, és minél tovább tudjam élvezni. A kenyérverseny az 2 fordulós volt. Az első fordulóban megvizsgáltuk a termékeket, megvizsgált a bizottság a termékeket 10 összetétel alapján, amely termékek bejutottak a második fordulóba, azokat laboratóriumi vizsgálatot és végezett a bizottság rajta, néztük a savfokot, ugye, és néztük a sótartalmat, hogy megfelel az élelmiszerkönyvnek. Nagyon fontos a kenyérnek a savfoka, hiszen a savfok a kovászból keletkezik, és amennyiben megvan a savfok, egy kicsit az a savanykás illatot ad a kenyérnek, ez akadályozza meg, hogy ne penészedjen meg a kenyér. Tehát ez pedig, mint a fáma is mondja, ugye a kenyér lelke a kovász. Tehát nagyon fontos az, hogy minimum 6 órás, de van, ahol 48 órás, nekünk van olyan termékünk, ahol 48 órás kovászt alkalmazunk, hogy legyen ideje az élesztőnek, az enzimeknek kifejteni a hatásukat. Tehát nagyon fontos az, hogy a kovászolt kenyér tud további finom és friss maradni. Ha már megvettem, akkor hogyan tudom otthon helyesen tárolni? Hát régen, hogy csinálták a nagyomáink, egy vászonba tették, tehát semmik ilyen nájlonba, hiszen a nájlon az nem szellőzik, tehát vászonba vagy vászontáskába célszerű a friss kenyeret tárolni. Hűtőszekrény? Hát azt nem. Sokan csinálják, ugye, hogy le is fagyasztják a kenyeret, mondjuk azzal sincs, egy pár napig lehet a kenyereket lefagyasztani, de azt tudjuk nagyon jól, hogy a megkristályosodik a víz, és felengedéskor nyilván nem azt az ízhatást fogja élvezni a vásárló, mint ami a friss kenyérből érződik ki.
a vászontáskában ezek a típusú kenyerek nem fognak másnapra megszáradni. Ez nem hogy másnapra, szerintem 4-5 napig ezek a termékek, hiszen hogyha megnézzük a szerkezetét, a bélszerkezetét ezeknek a termékeknek, látjuk azt, hogy sűrű, nem lukacsos, a megillatozó érződik rajta a savanykás íz, amúgy megakadályozza a penészedést, és frissé teszi a terméket. Mennyire veszik figyelembe az innováció során az egészséges táplálkozásnak a legújabb kutatásait? Manapság nagyon sokat beszélnek arról, hogy a kenyér az egyáltalán egészséges, tiltólistás. Sokan azt választják, hogy egyáltalán nem esznek kenyeret, vagy ha esznek, akkor bizonyos fajtát, bizonyos típus. Tud-e ehhez a pékszövetség, a pékszakma igazodni? Igen, azt a tévhitet megszüntetni, hogy a kenyér egészségtelen, a búza kenyér is, hogyha megfelelő kobászolás technológiával készül, az egyáltalán nem egészséges. Nem egészségtelen. Amint említettem, a kovász az nagyon fontos tényező a kenyérnek, hiszen a kovász jobban elősegíti a gyomornak a működését, jobban le tudja bontani a kovászolt kenyérnek az összetételét, a bélszerkezet, tehát mindenképpen egészséges. Amit ugye igazából sokan egészségesnek tartanak, a roskenyér vagy a teljes kiőrlésű kenyér. Ugye a roskenyér, mint itt is látszik, tehát ezek a roskenyéreknek legalább 60% rozsliszteket tartalmaznia, és ezek, aki ezt a terméket szereti, a rozsterméket, akkor nyilván ezt fogja vásárolni. De szerencsére Magyarország mintegy 150 féle kenyeret lehet alkalmazni, vagy lehet vásárolni, tehát elég nagy a választék, azt gondolom, hogy a vásárlók tudjanak választani az ízlésüknek megfelelően. Ezeket a díjnyertes termékeket hol fogjuk tudni augusztus 20-a után megvásárolni? Milyen üzletekben? Augusztus 18-án kezdődik a Magyar Ízek utcája, Várkert bazár előtt végig a Dunaparton. Először ott lehet majd megvásárolni ezeket a termékeket. Aztán aki a Magyar Pék Szövetséggel szerződést köt és szeretne gyártani, az a pékség, azok megkapják ennek a gyártási technológiáját, kapnak hozzá szalagot, és ők fognak bejelentkezni, és rajta lesz majd a Magyar Pék Szövetségnek a honlapján, hogy melyik azok a pékségek, amik ezeket gyártják, és hol lehet majd kapni ezeket a termékeket. Érdemes tehát a minőségre törekedni a vásárlás során. Igen, azt gondolom, egyre inkább ez a tendencia, hogy az emberek inkább többet adnak a jó minőségű kenyérért. És az is egy tendencia, hogy most már kisebb volumenű terméket vásárolnak, fél kilós kenyereket, sőt 25 dekásat is vásárolnak, mert ugye drágább is, viszont hosszabb távon, ha megnézzük akkor a befektetést, akkor nem biztos, hogy ez a drágább. Lakatos Tibor, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm szépen.